Sziasztok, Joanny vagyok, üdvözöllek a csatornámon. Ma jelent meg egy új kiegészítőhöz a trailer, úgyhogy ezt fogjuk most közösen megnézni, illetve inkább belemezni, úgyhogy ha szeretnétek az élményt egyszerre, akkor előtte nézzétek meg a trailer, mielőtt elemezgetjük, mert én most csak így megállítgatom, és megnézzük, hogy pontosan mi is lesz ebben az új kiegészítőben. Én oda fogok nézni, mert ott fog menni az előzetes, úgyhogy azért lesz, hogy arra nézek. Itt van az első dolog, amire megállítanám. Beszél egy madárral, madár jelmezben, talán ez egy holló szeretne lenni. Meg, hát hogyha jól látom, ez lehet, hogy valami fesztivál lesz, mert itt a háttérben van valami fesztiválos zászló. Meg tudja őt támadni a madár. Igen, és akkor itt van egy másik érdekes dolog. Kártyát olvas nekik, ugye a tarot kártyát. És akkor elmondja a sorsukat. Kihúzza neki a halálkártyát. Igen, kihúzta neki, és utána akkor el is ment szegény. És akkor itt láthatjuk, hogy hát távozik a lélek belőle, ez nagyon érdekes. Jól néz ki, hogy megcsináltak. Hát nem örülnek neki. És akkor van egy új városunk is. Ez lesz az új város. És ez pedig maga a szertartás. Ugye van egy temetés előtti szertartás, és szerintem talán ez az lesz, és van egy külön temetés része. És különböző helyszíneket mutat, vagy lehet, hogy ez egyben van, lesz ilyen temetés. És akkor gyertyát tud érte gyújtani. Arról csorni tud rá italt, igen, meg beszédet is tud majd mondani, lehet, hogy ez ingyen esemény lesz. Ja, és akkor kihirdet, hogy kinek mennyi pénz jut, és nem mindenki örül neki. Na és akkor ez mi? Ez nagyon érdekes. A lélek utazása... és akkor ezeket a dolgokat kell rajta teljesíteni? Igen. Ja. Ez egy ilyen bucket list. Tudjátok, nem tudom magyarul, minek fordítják, amikor írsz egy listát, amit még el akarsz végezni az életben, és akkor ezt végre kell hajtani, ezeket a dolgokat, és akkor bemegy ebbe a vízbe, és kész. Átváltozik szellemmé, és akkor lehet ijeszgetni, de akkor ő már nem is él. Vagy igen? Mert itt a végén meg visszaváltozik. Érdekes. És akkor itt lesz az, amikor átváltozik konkrétan a segítővé, igaz? És akkor mi is tudunk dolgokat csinálni, mint eddig csak a Grimm tudott. Hát meg már idősebb. Ja, a ruhákat meg ilyeneket nem is figyeltem, most annyira érdekes maga a sztori, amit itt csinálta. És akkor még szellemként itt lehet vele találkozni a temetőben, ez amúgy nagyon jó, ezt nagyon hiányoltam eddig, hogy nem lehetett ilyet.
Strange. Thought he'd stay and master his ghostly powers. He did complete his unfinished business, though. Oh well, back to work. Érdekes, meg tudod beszélni is? Na. Várjátok, mindjárt megpróbálom lefordítani, csak nem értettem az elejét. Szóval azt mondta, hogy azt gondolta, hogy ő marad és mesterévé vál a szellemi hatalmának, viszont teljesítette a befejezetlen teendőit. Vagyis a lélek nem tud távozni, amíg ugye ezek az elvarratlan szálai vannak, úgyhogy erre gondolt, hogy az befejezte. Október 31-én lesz. Oh, well, back to work. Who's next? Október 17-én lesz egy gameplay előzetes. Nézzük meg azt is így közösen, szeretnétek, hogy azt is elemezgessük egy kicsit, meg hogy mi van benne, vagy várjuk meg az október 31-ét, amikor már lehet vele játszani. Ezek amúgy a dolgok, amit itt láthattok mögöttem, igazi a képet nem látjátok, de többit látjátok, szóval ezek lesznek a dolgok, amiket lehet kapni, hogyha valaki december 12-e előtt veszi meg. Hát én december 12-et fogom, mert ugye október 31-től lehet vele játszani, és szerintem október 31-től akkor fogok is vele játszani. Az pont beleesik abba a hétbe, amikor ilyen Halloween hetet szoktam tartani nektek, úgyhogy... igaz, hogy csak a közepébe, de majd meglátjuk akkor. A gameplay előzetestől függ, lehet, hogy akkor addig felkészülünk rá, addig elkészítjük a karaktert, meg a házat, meg stb. Bár mondjuk az a baj, az építés, akkor jönnek még dolgok, meg az új város, meg az új ruhák. Hát, akkor lehet, hogy valamit mást kitalálok arra a 3 napra, 28-ától, és akkor 31-től pedig ezzel fogunk játszani. Jó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!